Az alapszelvény egy kőzetnek a jó feltárása, amit részletesen meg is kutattak, és a Magyar Rétegtani Bizottság kijelölt alapszelvénynek. Nagyon lényeges föltárások ezek, hiszen itt tanulmányozhatók legjobban ezek a kőzetek, az egyes kőzetek. Ez a kőzet a Bükk legidősebb kőzete, a karbon időszakban keletkezett, körülbelül 310-320 millió évvel ezelőtt. Réges-régen történt ez, hiszen még az ős-óceánok azóta már teljesen átalakultak és szárazföldé váltak. Valamikor a 30. szélességi kör környékén ülepedett le ez a kőzet tenger mélyére, és hosszú-hosszú vándorlás során került ide. Gyakorlatilag ez a kőzet a szárazföld peremén halmozódott föl, ugye a szárazföldről beszállított törmelékes kőzetről beszélünk, a Shelf peremén, és a mély tengeri medencébe zagyárak formájában zúdult le. Ez a zagyár ugye fölkeveredett anyagot szállított be a tenger mélyére, és ott ez az üledék fokozatosan ülepedett ki, ugye gyorsan ülepedett ki a nagyobb szemcse, lassabban ülepedtek ki a kisebb szemcsék. Ennek megfelelően egy ilyen úgynevezett gradált rétegzettség alakult ki ebben a kőzetben, és ezeket turbiditnek hívják a geológusok. Nagyon jellemző a kőzetre az, hogy ősmaradványt nem találunk benne. Nagyon hasonló kőzeteket találunk a déli Bükkben is, de ezek jóval fiatalabbak, 160 millió év körüli képződési korral rendelkeznek. Ezekben már megtaláljuk azokat a ősmaradványokat, amik alapján ezeknek a kora pontosan behatárolható. Ezek apró mikroszkópikus kovavázú lények, radiolárják. Ez a kőzettípus ugye palás jellegű, palás megjelenésű. No hát így hasították a palát, de olyat választottak, olyan kőzetet hozzá, ami jobban hasad. De itt is megfigyelhető az, hogy nagyon szépen hasad ugye a palássági sík mentén a kőzet. Itt van a kezemben egy nagyon szépen kialakított tetőfedő paladarab. Ezen nagyon szépen látszik az a folyamat, amit úgy lehet leírni, hogy a palásodás és a rétegződés szöget zár be egymással. Ugye nagyon érdekes jelenség ez. A kőzeten látszanak a rétegződés jelei, ugye, ezek a rétegek, viszont ahogy elhasították, ugye a palássági sík, az ezzel teljesen szöget zár be. Ha egy kicsit meglocsoljuk vízzel, akkor ez a jelenség még szebben fog látszani talán. Nagyon finom rétegekről van szó. A kőzet anyaga az ilyen iszap jellegű anyag volt, nagyon finom anyag. Kicsit a kőzetszemcsék nagyobbak, mint az agyag, úgyhogy kőzetlisztről, iszapról, finom homokról beszélünk. Ez a zsindely paladarab a Bélapátfalvi apátság tetejéről származik. 80-as években lecserélték ezt az eredeti kőzetpalát műpalára, de egy-kettő darab azért megmaradt ott a környéken ebből is.